Következő előadás is kicsit kapcsolódik az előzőhöz, ugyanis Újvári Milán, aki egyébként képzett táncos, táncolt már a Krétakörrel is. Ez azt hiszem egy utcai akció volt, és egy fa is volt benne. Az, hogy ő fönt volt vagy alatt, azt nem tudom. Azon kívül Frenák Pállal és olyan neves társulattal is, mint a Cirque du Soleil, úgyhogy átadom neki a terepet, Újvári Milán. Szeretsz táncolni? Kevés olyan fiatal és fiatalságot kedvelő idősebb ember akad szerintem bizonyára, aki erre a kérdésre nem felelne. Fiataljaink táncolnak is. Ki jobban, ki gyengébben. Sokakat vágyat is ér, hogy nem táncol, hanem csörög. Azaz, kiforgatja a táncot, igaz, mi voltából, ízléstelenül ugrálva, jampezosan táncol. Gondoljunk csak arra, hogy felcsillan anyáink szeme, emlékezetükbe vésik. Vésik, hát mit olvasok itt? Emlékezetükbe idézik a régi bálokat, táncos mulatságokat. Azok a régi szép idők. Azok a régi szép táncok. De hát ezek a régi táncok és régi szép idők is csak akkor voltak igazán szépek, ha az emberek ízlésesen és finoman járták azokat a táncokat. Minden tánc, és ez vonatkozik a mai táncokra is, a rumbára, a szambára és még a legvadabb kortárs táncra is csak akkor szép, az ízlésesen, finoman, kellő szaktudással táncoljuk. A tánc kellemes, sőt hasznos szórakozás. Kielégíti a fiatalok mozgásvágyát. Középkorúak részére nem túlságosan fárasztó testmozgás biztosít. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a tánc nemzetközi jelentőségű több érdekes barátság, párkapcsolat született már abból, hogy bár a partnerek nem tudtak táncolni, hát nem tudtak beszélni, de annál jobban megértették egymást a tánc téren. Könyvünk az első szakmunka, amelyet magyar nyelven részletesen ismertet ti, a modern táncokat. Ha az olvasó elsajátította a tisztő, itt összefoglalt leírásokat, egyéni ízlés szerint továbbfejleszthetik a tánc tudását. Témáink felépít is egyszerű, logikus egyes hatációt, tehát tiszták fel tempójukat, pontos meghatározás, de nem csak a kezdőknek, hanem akár pedagógusoknak is ajánljuk. Kezdők részére azonban ajánljuk, hogy vizsgáltassak ki táncolásokat szakemberrel is. Mert azért mégiscsak egy könyvben olvasok, és most pörgölök, nem tudom, mit csináljak. Ennek a kis könyvnek az a célja, hogy megmutassa fiataljainknak, hogy táncoljunk. Ne csörögjünk, ne jampeckodjunk, hanem táncoljuk szépen és ízlésesen is. Ez a könyv 1952-ben született. Mindjárt mondom a szerzőt.
Nemcses tudósít Kovács Klára munkája. Tulajdonképpen nekem azért volt izgalmas ez a könyv. Egy barátomtól kaptam így lomtalanítását, és rögtön tudtam, hogy ezzel a szöveggel fogok valamit kezdeni, mert számomra írtó bájos, ahogy az 50-es évekből visszaköszön nekünk egy ilyen ízlés, meghatározás. És valaki úgy kezeli a táncot, hogy mint hogyha egy olyan forma lenne, ami örökre érvényes, és így nem változhat. Számomra nagyon fontos a játék, nagyon fontos az, amiket utcai táncakciók során is csináltunk, hogy bátran szabadon merjünk mozogni, néha közönséget is vállalni a nézőkkel. És igazából itt egy nagyon érdekes kérdés, mi a távolság, mi a közönség? Valakinek ez már túl közel van. Valakinek már ez is túl közel. Valakinek már ez is. Igazából, mint előadó művész, akár a társadalmat, vagy akár a nézőket arra szeretném bíztatni, hogy merjük többet játszani, mert a befogadó nem létezik a befogadó nem létezik az előadó nélkül, és vissza. Viszont ahelyett, hogy megveregetjük virtuálisan egymás vállait, hogy hú, de jó volt, merjünk akár fölállni és kimenni, ha az improvizátor besült. Hoztam nektek egy számot, szerintem ismeritek, aki akarja, nyugodtan énekelje velem. Zene! Köszönjük, hogy áttörted a falat. Nekem nem sikerült. De azt hiszem áttörte a falat, meg volt, ugye? Azt tudjuk, hogy kedvenc számod az körülbelül mi? Mi a kedvenc táncod? Tulajdonképpen nincs egy kifejezett stílus, ami kedvencem. Balett, klasszikus balett szakon végeztem. Mellette divattáncokat is csináltam, utána harcművészetet. Kortárs tánccal foglalkozok, és néha bohóckodok is. A színészet mellett. Mindegyik jól áll neked. Köszönjük szépen.